észre sem vettük, és már vége is a nyárnak. Egy kicsit menjünk vissza időbe. Milyen sikeres nyári programokon vagytok túl? Igen, így ahogy visszatekintünk, olyan, mintha most kezdtük volna még csak tervezni a nyári programokat. Hát azt hiszem, hogy egy nagyon sikeres nyarat tudhatunk magunk mögött, különösen, hogyha esetleg visszatekintünk a Covid idejére, amikor 2 éven keresztül szinte alig volt program, amit meg tudtunk valósítani, vagy ha lehetett is különböző korlátozások között. Ez volt 2 év után az első nyár, hogy szabadon szervezhettünk programokat. Kezdtük a gyereknappal, Borvidékek hétvégéje, sörfesztivál, pincezenefesztivál, és hát elérkeztünk augusztus 20-ához is, úgyhogy azt hiszem, hogy akik Monóra látogattak a nyáron, egy nagyon gazdag program sorozat az, ahol részt tudtak venni. Augusztus 20. Ünnepel az ország, nagyon sok városban színes programokkal várják az ott lakókat. Monor is nagyon készült. Befolyásolt-e benneteket az idő, kellett-e, kell-e módosítani? Ugye az időjárás az, amivel igazából nem tudunk tervezni, hiszen azt hiszem, hogy emlékeztek ti is, illetve a kedves nézők is, hogy volt olyan nyári rendezvényünk, amelyet elhalasztottunk, hiszen előtte a meteorológia szinte 100%-kal azt mondta, hogy nagy eső lesz másnap, aztán persze másnap egy csepp eső sem esett, miután elhalasztottuk a rendezvényt, tehát nagyon nehéz tervezni, nagyon nehéz dolgunk van ebből a szempontból, de hát igyekszünk alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amit az időjáráshoz, így teszünk ma is, hiszen pontosan a katasztrófa védelem és a meteorológiai szolgálat is riasztást adott ki már a mai napra is, sőt már a tegnapira is, úgyhogy figyeljük folyamatosan a radart, figyeljük a meteorológiai szolgálatnak a honlapját, a katasztrófa védelemnek az útmutatásait, és próbálunk alkalmazkodni a helyzethez. De hát azt mondom, hogy tulajdonképpen az első programon már túl vagyunk, hiszen a Szent István napi ünnepségünknek a kezdete, az ünnepi rész az már lezajlott, 3:30-kor a Petőfi utcán Szemők Györgynek az Óvószerelem című szobrát avattuk. Polgármester úr is itt mondta ünnepi beszédét, azt hiszem egy nagyon méltó és szép megemlékezés volt. Egyrészt Szent István királyról is, másrészt pedig azt hiszem egy nagyon méltó helyre került Szemők Györgynek a szobra is. Ez az első köztéri alkotása, amely kikerülhetett egy városba, és ez pont a mi városunkban, amelyhez Szemők György, ahogy Feledi Balázs mondta a beszédében is, 1000 szállal kötődik. Augusztus 20. Zárja-e a programokat, a nyári programsorozatot, vagy várható egy nyár búcsúztató? Általában augusztus 20-ával beszoktuk fejezni a kimondottan nyári programokat, de ha emlékeznek rá a kedves nézők, tavaly is volt egy plusz rendezvény az őszi hacacáré, idén is lesz, és nem is kell olyan sokat várni, hiszen augusztus 27-én a kis tóhoz költözünk, reméljük az időjárás kegyes lesz, ugye a mai nap után azért már nagyon kiemelten foglalkozunk ezzel a témával, hiszen egy fröccs szombattal, piknik mozival várjuk az érdeklődőket, Bohém Rapszódia című filmet vetítjük egy 9x7 méteres hatalmas vetítővásznon, de természetesen ehhez különböző délutáni gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, játszóvár és mindenféle nagyon jó program, amivel várjuk a családosokat is, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Augusztus 27-én 16 órától várunk mindenkit a kis tóhoz. Említetted, hogy ősz. Bizony, mindjárt itt az ősz. Milyen őszi programok, milyen őszi rendezvénysorozat várható külső helyszíneken? Ugye itt is próbálunk alkalmazkodni mindenféle erőíráshoz. Azért a Covid-tól sem szabadultunk meg teljesen, és azért óvatosan tekintünk az ősz irányába, hogy vajon lehet-e tömegrendezvényeket szervezni, lesznek-e korlátozások, de azért mi bízunk abban, hogy nem, és természetesen készülünk, kicsit nyári, kicsit őszi a piknikmozi, aztán szeptemberben készülünk egy családi nappal a Művelődési Ház udvarán, ahol különböző kézműves foglalkozások, a csoportjainkba való beiratkozások, színpadi programokkal készülünk. Szeptemberben ugye már az időjárás, ugye most így augusztus végén is, de szeptemberben már különösen érdekesen szokott alakulni. Ott már kimondottan úgy készülünk, hogy jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén pedig a színházterembe költözünk. És az ősz kezdetével természetesen indulnak a csoportjaink, költözünk vissza a Vigadó és a Művelődési Háznak a termeibe. Színházi előadásokkal, kiállításokkal, koncertekkel várjuk az érdeklődőket egész szezonba. Ezeknek a részleteiről Facebook oldalunkon, honlapunkon www.vigadokft.hu érdeklődjönnek, kövessék ezeket figyelemmel, és aktuálisan minden rendezvényeinkről itt adunk tájékoztatást.
Nagyon fontos kérdés, szeptember 1 kezdődik az iskola. Tudsz-e ajánlani akár a pedagógusoknak, akár a gyerekeknek, akár a családoknak olyan rendezvényt, ami belső térben, tehát a Vigadóban, mondjuk a nagyteremben kerül majd megrendezésre? Igen, évek óta szoros együttműködésben vagyunk az iskolákkal. Ugye sajnos itt a Covid időszaka ugye ebbe is közbeszólt, hiszen ott nagyon zártak lettek az iskolák, amikor egyáltalán működhettek, akkor is nagyon zártan működtek az iskolák, de bízunk benne, hogy ősszel ez már nem így lesz. Úgyhogy mi ismét szervezünk olyan programokat, amelyre csoportosan lehet hozni az iskolásokat. Ilyen a nagyon nagy sikerű Filharmónia bérletes előadás sorozat. Mocsári Károllyal készülünk egy ifjúsági hangversenyre, készülünk diákoknak színházi előadásokkal, hiszen azt hiszem különösen most nagyon nagy könnyebbség talán a pedagógusoknak is, hogyha nem Budapestre kell a gyerekeket a drága úti költséggel utaztatni színházba, hanem a színházat hozzuk helybe, és idehozhatják a gyerekeket különböző előadásokra. Úgyhogy ezekről még a tanévkezdés előtt az iskolákat értesíteni fogjuk, és bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak akár a Vigadóba, akár a művelődési házba. Köszöntelek benneteket Monoron az augusztus 20-ai rendezvény kapcsán. Honnan érkeztetek? Mi Budapestről érkeztünk, a 16. kerületről, egy ottani hagyományőrző egyesület, az Árpád Népe Egyesületet képviseljük. Hagyományőrző. Milyen hagyományokat őriztek? Hát ez egy elég sok rétű, tehát az alap nálunk így a vívás, tehát ilyen honfoglaláskori vívás íjászat, illetve szeretnénk most törekedni ugye a hagyományőrző, tehát korhű viseleteknek majd az elkészítésére, de abban még csak úgy idén kezdtünk bele, de nagyon sokféle más dologgal is foglalkozunk. Tehát itt egy kicsit ilyen vásáribb a mulatság, tehát így itt bent a szobába tudunk majd íjjal lőni, de nem hegyessel, hogy a biztonság meglegyen, de lesznek ilyen régebbi fajta, mint a gólyaláb, ilyen népi játékok. Csináltunk ilyen kis jurtákat, hogy a gyerekek is kis kuckóként tudják használni, de van nagy jurtánk is. Hoztunk fegyvereket, páncélokat, különböző ruhákat, azt is így föl lehet próbálni, illetve egy nem hagyományőrző része is van az egyesületünknek, azok a modern 21. századi vagy új hullámos társasjátékok, és esetleg azt is kipróbálhatják, illetve egy pici kézművessel is készültünk. Mikorra várjátok a gyerekeket? Nekünk azt mondták, tehát úgy készültünk, hogy 4 órakor kezdődik a program, és egészen este 8:30-ig leszünk. Nagyon nehéz kérdést fogok most feltenni. Igen, mert mindig okozhat egy kis bonyodalmat a korosztály. Milyen korosztályt vártok? Hát korosztály szempontjából óvodásoktól egészen a felnőttekig mindenkivel szoktunk találkozni. Nem ez az első rendezvényünk, tehát olyan több mint 10 éves múltra tekintünk vissza, és évente azért van vagy 30-40 ilyen programunk. Általában kint szoktunk lenni, de most az időjárás ide beszorított minket, de ez is egy nagyon jó hely. Úgyhogy a picik tudnak őrölni, az őrlőkerékkel játszani, tudunk velük is kézműveskedni, ők is nagyon szeretik, hogy kézbe foghatják, akár óvodás kortól a fegyvereket, de tudnak, hoztunk könnyű íjat is, hogy azzal is ki tudják próbálni az íjászatot. Számolás!
Thank you.